Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi van vele? Mi a terve? Mik a gondolatai, az érzelmei? És mit fog közölni veled? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt ez a három kártya utal az ő jelenlegi helyzetére. Itt munkáról, hivatásról van szó, ezen ő most elgondolkodik. Lehet, hogy lesz nála egy munkahelyi változás, de az is előfordulhat, hogy sok a munkája, és elgondolkozik azon, hogyan tudna ezen javítani. Itt látható az otthona, és amikor vége van a munkának, otthon van, így az esti órákban, akkor gondol rád, hiszen ez a kártya utal az ő gondolataira, és a háttérben, a képen megjelensz te. A következő kártya mutatja azt, hogy mit gondol rólad, vagy mit tervez veled. Itt látható a sorskerék. Ő biztos abban, hogy a sors utatok kereszteződött. Tehát ez a találkozás nem volt véletlen. De lehet az is, hogy nincsenek véletlenek. Ami a jövőt illeti, és ez az ő gondolata, az ő terve, ő rábízza a sorsra. A következő kártya azt mutatja, hogy mit érez irántad. Itt te vagy ez az uralkodónő, és ő feltekint rád. Megkapod az elismerést, a megbecsülést. De azt is jelentheti, hogy ő arra gondol, hogy jó lenne, ha te uralkodnál a helyzet felett, ha te hoznál döntéseket, különösen ami az érzelmeket, a párkapcsolatot illeti. A következő kártyák azt mutatják, hogy mit közöl veled. Itt látható egy bírósági ügy és egy tolvaj. Az is lehet, hogy valaki ellopott tőle valamit, és ez most a bíróságra kerül. Persze előfordulhat az is, hogy vállófélben van, itt van a bíróság, de hamarosan elmúlik, hiszen ez a tolvaj eltávolítja ezt. Ez a kártya utal gyakran igazságtalanságokra is a háttérben, vagy azt is jelentheti, hogy ő volt igazságtalan veled szemben, de szerencsére megjelenik itt a tolvaj, és eltávolítja ezt. Ami viszont a jövőt illeti, itt látható egy ajándék, vagy hogy ő megajándékoz téged. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!